Orbán Viktor tegnapi bejelentése azzal kapcsolatosan, hogy 3,5 millió oltás után lát lehetőséget további nyitásokra, illetve az iskolák nyitásának az általános iskolások számára megváltoztatta a dátumát. Több kérdést is felvet, ezekről is beszélgetünk többek között Falus Ferenc korábbi országos tisztifőorvosa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most először is mit szól ehhez a legutóbbi adathoz vagy számhoz, mennyire jó, helyes, nem helyes az oltások számához kötni a nyitást? Lehetne az oltások számához is kötni, csak az a kérdés, hogy az oltások száma milyen arányban van a védetteknek az arányával, és erről egyelőre nem tudunk, mert ilyen vizsgálat nem történt. Hogyha tömegesen lenne ilyen vizsgálat, és tudnánk, hogy az oltottakhoz képest milyen arányban vannak a védettek, akkor ez jó lenne. De ha csak az oltottak számát nézzük, akkor is azt látjuk, hogy az oltottakon kívül még van Magyarországon mondjuk körülbelül 7 millió ember, aki nem oltott. És 7 millió ember körülött, hát nagy mértékben pusztíthat még a járvány. Mi lett az oka annak, hogy a mai napon elhangzott az egyik képviselő az első beszélgetésben, Ulla Lajos sorolta, föltalánzta nagyjából 10 országot, melynek közel 100 millió lakosára vetítve nagyjából ugyannyi halálos áldozat van naponta, mint a 10 milliós Magyarországon. Tehát, hogy a halálozási számok szörnyen magasak még mindig, miközben a fertőzések száma legalábbis a mérések szerint a csekély 10-15 ezer napi mérésből hát csökkenő tendenciát mutat. Sajnálatos módon annak, hogy amikor tavaly február-márciusban elkezdték felkészíteni az embereket, hogy az intenzív osztályokon és a Covid osztályokon milyen ellátás legyen, ez a felkészítés megszakadt. A megfelelő pozícionálása az embereknek, hogy tudják, hogy hova kell menni és ott mit kell csinálni, ez nem történt meg. Nincsen egységes ellátási protokoll pillanatnyilag, és azon kívül a tavaly novemberi nagyon késői korlátozások bevezetése következtében túlterhelődött a magyar egészségügy, és nem voltunk fölkészülve egyáltalán arra, hogy a wuhani vírus után egy újabb világjárvány lesz. Ez a vírus, ez nem ugyanaz a vírus már tulajdonképpen, mint ami az első járvány volt. Sokkal súlyosabb, sokkal rövidebb idő alatt okoz fertőzést, és ennek következtében sokkal többen kerülnek kórházba, és sokkal többen kerülnek súlyos állapotba. Plusz a kórházi fertőzéseknek a száma és aránya korábban sem volt túl alacsony Magyarországon. A jelenlegi személyzethiányos ellátás és fertőző beteg ellátás körülményei között pedig nyilvánvalóan sokkal magasabb. És még egy szempont van, hogy a magyar lakosságnak az egészségi állapota az sokkal rosszabb, mint egy sor környező országnak a lakosság átlagos egészségi állapota, és ez is elősegíti azt, hogy ilyen magas legyen a halálozási arány. Jól értem azt, hogy akkor tulajdonképpen ebből az következik, hogy, tulajdonképpen a járványügyi helyzet, vagy a járvány terjedésének sebessége, súlyossága nem is feltétlenül rosszabb Magyarországon, mint a többi európai országban, hanem a kezelés módja, illetve a kórházba kerülők állapotának javulása vagy romlása nem olyan mérték, vagy nem olyan módon zajlik, mint más országokban. És ez részben az egészségügy felszereltségének, személyi feltételének hiányából adódik? Hogy gondolja? Ez pontosan így van. Tehát a járvány pont ugyanolyan súlyos itt, mint a környező országokban. A járvány terjedése szempontjából vannak genetikai különbségek, de hát ez valószínűleg itt a környező országokkal való összehasonlításban nincsen akkor az átlagos lakosságnak olyan genetikai különbség, ami indokolná azt, hogy Magyarországon súlyosabb legyen a járvány, mint máshol. Van olyan összefüggés viszont, ha már ezt a genetikai különbségeket, vagy akár a kelet-európai térség sajátos adottságait említjük, hogy ha jól emlékszem, a tavaly tavaszi járvány, első hullám idején az vetődött föl, talán azért is volt szolidabb, szelidebb a lefolyása az első hullámnak itt Magyarországon, mert hogy az a bizonyos talán BCG oltás, vagy nem is tudom, mire hivatkoztak, hogy az 55-ös, az 50-esek közepétől kezdve a kelet-európai országban még megvolt, megmaradt, míg Nyugat-Európában már nem. Az tényleg ebből következik az, hogy az egy teljesen más vírus volt, ahogy már korábban mondta, és ez ellen pedig nem semmi köze nincsen. Én akkor is ezt mondtam, ez a statisztika, ez körülbelül olyan volt, hogy a 42-es lábúak között a megbetegedés aránya alacsonyabb, mint a 36-os lábúak között. Semmi alapja nem volt. Én akkor azt mondtam, hogy kérem szépen, Oroszországban még nincs járvány, majd nézzük meg ezeket a BCG adatokat akkor, amikor majd az oroszországi járvány is kitört. Azóta ez nem kerül elő, ez a kérdés. Nagyon sok mindenben hittünk, nagyon sok mindent tudunk másképp ma, mint korábban.
sajnos, vagy nem sajnos, hanem hát szerencsére a tudásunk, az ismereteink változnak. A BCG-vel kapcsolatban pedig folynak kutatások pillanatilag is a világon, mert a BCG nagyon alaposan belenyúl az immunrendszerbe, de az ma már biztos, hogy a tavaly tavaszi első hullámnál a Magyarországot alapvetően a lezárás és a maradj otthonnak a rendkívül precíz lakossági betartása érte el azt, hogy lényegében elnyomtuk a járványt, és ez sem a BCG-hez, sem máshoz nem kötődött. Most pont az a baj, hogy ezeket a lezárásokat, illetve tartózkodásunkat, egymástól való távolságtartásunkat nem tartjuk be. Sajnos tegnap én is elkerültem egy áruházba, ahol a pénztárnál egymás nyakában álltak az emberek. Én úgy menekültem onnan, mintha pöröl csapott volna a hátamra. Miközben elvileg vannak erre vonatkozó korlátozások is, ugye négyzetméter arányosan. A korlátozások elvileg vannak, de a tegnapi tapasztalatom az, hogy ezek a korlátozások papíron vannak, és nem működik olyan mértékben, mint kellene. Hát és nem egyenletesen osztanak az emberek az ezt területén. Járvány csúcsa van-e pillanatnyilag, vagy nem? Ez nyilvánvalóan a tegnapi nap volt az első nap, hogy az aktív fertőzöttek száma egy picit csökkent. Eddig mindig emelkedett. Tehát a járvány csúcsa azt jelenti, hogy a legrosszabb a helyzetünk pillanatnyilag. Tehát nem ilyenkor kell nyitni, amikor a legrosszabb a helyzetünk, még akkor sem, hogyha most azt reméljük, hogy innentől átmenetileg majd lefelé megy a megbetegedéseknek a száma. Hát és ahogy mondta, hogy a tegnapi adatokat mondja, hogy némi pozitív változás történt, ugye az adatok azon múlnak, hogy mennyit szűrünk. És hát sajnálatos módon, ha jól emlékszem, a minap azt is kifogásolta, hogy a szűrések száma cseki, így aztán nem csoda, hogy kevesebb megbetegedést regisztrálnak. Ettől függetlenül még lehet, hogy a többszöröse van valóságban az emberek között olyan, aki már fertőzött. Igen, és azért tegyük hozzá, hogy az egynapi adat semmit nem jelent, tehát egy két heti átlagos adat kellene ahhoz, hogy tulajdonképpen meg tudjunk nyugodni. Tehát pillanatnyilag azok az intézkedések, amik tehát most lazításnak neveznek, az 19-re lapot húzást jelent. Rettentő nagy kockázata van. Lehet, hogy bejön, lehet, hogy nem jön be. Én nagyon félek attól, hogyha nem vigyázunk egymásra, akkor a járvány csökkenési üteme az lassulni fog. Azt azért jó változtatásnak, vagy egy kompromisszumos megoldásnak tartja, ami a tegnapi bejelentésben is szerepel, hogy a gimnazisták eleve úgy volt, ugye, és úgy is lesz, hogy május 10-től kezdhetnek, de hogy legalább a felső tagozatosokat is ehhez a korosztályhoz csapták, tehát csak a kicsik kezdhetnek iskolába, óvodába járni jövő héten? Szerencsére a törzs vagy a kormány vezetője időnként ritkán nem mindig hallgat a tanácsadóira, és ilyenkor módosít. Ez szerencsére egy jó módosítás pillanatnyilag. Az egy nagy kérdés, hogy az óvodáknak a megnyitása, az nem kellene azzal is esetleg még egy hetet vagy 10 napot várni. A járványkezelésről, bocsásson meg, még egy fontos dolog, egy módszer vagy egy módszertan, amiről szintén nyilatkozott a minap. Izrael példája, bár nem pont erről nyilatkozott, de hogy a járványkezelésnek nemek módja lenne, hogyha professzionális módon kutatnák, a kontaktkutatások úgy zajlódnának, és azt mondják, hogy állítólag Izraelben nem is csak és elsősorban az oltások száma, hanem ennek a fajta munkának a profizmusa vagy következetessége vezetett eredményre. Ez így van, és ezt nem csak Izraelben, hanem Angliában Boris Johnson is ezt nyilatkozta, hogy nem az átoltottságnak a következménye az, hogy jobb a járványhelyzet Angliában, hanem az gyakorlatilag, hogy a fertőző forrásokat megkeresik, erre professzionális személyzet van, és ez a professzionális személyzet ez képes ezeket megtalálni. Magyarországon pillanatnyilag ez a regisztrációs rendszer, amit a kormányzat kitalált, ez egyelőre szerintem több bajt csinált, mint hasznot. Többek között a kettős állampolgárok, a tajszámmal nem rendelkezőknek az oltása egyelőre ezen a regisztrációs rendszeren nem megy át, pedig ők ugyanúgy közöttünk élnek, és nekik ugyanúgy joguk van a betegségük vagy a krónikus betegségüknek megfelelően a regisztrációban sorra kerülni. Doktor, egy utolsó kérdés, egyetlen percünk maradt már a vakcinák hatékonyságáról, legyen szíves még egy pár mondatot, ugye a kínai vakcinával kapcsolatban felvetődtek ezek a kétségek a hatékonyságra vonatkozóan. Brazíliából is érkeztek olyan visszajelzések, hogy jó esetben 50%-os a kínai oltás hatékonyság. Mit gondol erről, hogyan lehetne ezen segíteni? Először is nagyon sok adat keveredik ebbe. Először is nem a Sinopharm vakcinára vonatkoznak ezek az adatoknak a többsége, hanem egy Sinovacra, ami egyelőre nincs Magyarországon. A másik, hogy pont ez a Sinovac vakcina a brazil mutánssal szemben több mint 50%-os, 50 és 51% közötti védettséget adott Brazíliában,
A többi oltóanyagról nem nagyon van adatunk arról, hogy a brazil mutánssal szemben milyen védettséget nyújtanak. Nagyon óvatosan kell kezelni ezeket az adatokat, és nagyon kellene tudnunk, hogy mikor kell harmadik oltást adni kiknek, és milyen életkori csoportúaknak kell az oltást adni. És én nagyon remélem, hogy a szeptember iskola kezdésre gyakorlatilag az összes iskolás gyereknek a beoltására is sor kerül majd. Paulus Ferenc, köszönjük szépen, hogy velünk volt és elmondta mindezt. Köszönöm szépen.